B. Király Györgyit a Victoria Maxi női ruházat öltözteti. B. Király Györgyi ékszereiről a Meril divatárú és ékszerüzlet gondoskodik. Köszöntöm nézőinket, mert egy olyan alapítvány mutatunk be a Feketén-Fehéremben, amelyik rászoruló fiataloknak segít ahhoz, hogy otthonhoz juthassanak, mondjuk azt, hogy az egész országban. Már is mondom, hogy kik a vendégeim. Lőrinc Kálmán a Házat Hazát Alapítvány. Hát nem is tudom, a kuratóriumának az elnöke, vagy az igazgatója. Mellette Máté Gizella, aki az alapítvány közgazdásza. Muszáj elárulnom, hogy ti férj és feleség vagytok, ez úgyis ki fog derülni a következőkben. És Dicső László, Alsó Mocsolát polgármestere. Neked különösen hálás vagyok, mert te 240 kilométert utaztál ahhoz, hogy most itt beszélgethess velünk. Igen. Hát akkor azért kezdem veled, hogy mi volt a motivációd? Tehát miért tartottad fontosnak, hogy te ebben a beszélgetésben részt vegyél? Nagyon fontos az, hogy fiatalok költözzenek vidékre, és Alsó-Mocsolád ebben nagyon előre ment ebben a dologban, mert azt gondolta, hogy ha a kis településekre és a vidékre nem költöznek az emberek, a fiatalok, hanem ez a tendencia megy tovább, ami most van, hogy a városba költözik mindenki, akkor egyszerűen nem lesz ember a kis településeken, és emiatt évekkel ezelőtt mi összefogtunk a Házat Hazát Alapítvány képviselőivel, és elindítottunk egy jövőszövő programot, aminek keretében megnézzük azt, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki kis falura, vidékre költözön, és ezen dolgoztunk nagyon sokáig. Kicsit mondanál még valamit erről a jövő szövő programról, mert nekem esküszöm az öt eszembe, hogy itt szőni-fonni fognak majd az emberek, de attól tartok, hogy nem. Nem. A jövő szövő programnak az a lényege... Mit szövök, fonok? Igen, az a lényege, hogy lehet látni a tendenciát, hogy mindenki a nagyvárosban van, és ki akartuk találni azt ebben a programban, hogy mi az a motiváció, ami miatt az emberek vidékre, falura költöznek, és emiatt összehoztunk nagyon sok okos embert egy helyre, és azt mondtuk, hogy ha egy vezetett beszélgetésen megy végig a dolog, akkor meg fogjuk tudni mondani, hogy mi az, ami miatt majd vidékre költöznek az emberek, és ha ezt sikerül kitalálni, akkor ennek megfelelően majd Alsó-Mocsoládon ezt kipróbáljuk, és ha Alsó-Mocsoládon működni fog, akkor mindenki vidékre fog költözni ennek a mintának a kapcsán. Na most ez egy másfél éves program volt a jövőszövő, tehát egy ilyen... Tart még? Igen, tart. Most a jövőszövő kettőben vagyunk már, és emiatt is vagyunk most itt többek között. Tehát, hogy ez egy másfél évvel ezelőtti program volt, aminek az volt a zárás, hogy készítettünk egy letelepedési kézikönyvet, hirdettünk egy letelepedési expót, tehát nagyon sok interakció történt, de igazán nem mozdultak az emberek, így hogy kénytelenek voltunk a jövőszövő kettő programot beindítani. Nyilván rájöttünk arra, hogy négy fontos dolog kell ahhoz, hogy valaki vidékre költözön. Egyrészt kell a lakhatás, ez talán a legfontosabb. Ebben tudnak nagyon sokat tenni a Kálmánék. Így van. A másik a megélhetés. Erre van egy közösségi vállalkozási programunk. A harmadik... Tehát akkor tudtok munkahelyet teremteni. Így van. A harmadik a szolgáltatásokhoz való hozzájutás. És a negyedik, ami a legfontosabb, tehát akikkel én ma beszélek, azok mind emiatt jönnek vidékre, az a közösség. Mert hogy a város elidegeníti az embereket egymástól, és a vidéken érzik azt, hogy ott közösséget lehet alkotni, és a közösséggel előre lehet menni. Beszélünk még a közösségről is, meg Alsó-Mocsoládról is, tehát nyilvánvalóan bármilyen közhelyes a kérdés, föl kell tennem Lőrinc Kálmánnak, hogy kezdted, tehát hogy miért kattantál te be, miért jutott neked eszedbe, hogy házat kell építeni Magyarországon a rászoruló fiataloknak, és ez azért is egy izgalmas kérdés, mert te nem itthon éltél, te Amerikában, Miami-ban dolgoztál évtizedeken át, és egyszer csak azt mondtad, hogy na most hazajövök, miért? De ehhez kellett az is, hogy először hadd köszöntsem a nézőket, de kellett az is, hogy egy volt amerikai elnök
1991 májusában Miami-ba érkezett, és 25 házat építettek egy alapítványon keresztül. Carterről beszélsz. Carter elnököl, igen, és a feleségével, Rosalinnal is ott voltak, és 500 ember dolgozott. És én televízióban megláttam az elnök urat, nem is nagyon figyeltem oda, de egyszer csak észrevettem, hogy itten közösség van, és nekem ez a program kell Magyarországra. És akkor azt mondod, hogy ott a helyed, és mentél te is? Igen, és segítettem neki, és gipszkarton szerelő vállalatom volt, az Őrült Magyarok gipszkarton szerelő vállalata, így volt bejegyezve. The Mad ez volt a neve? Igen, The Mad Hungarians Drywall Company Incorporated. 50 emberrel, körülbelül 1000 otthont építettünk már a gipszkarton szereléssel, és elmentem oda dolgozni az elnök úrnak, persze én nem ismertem őt, és elkezdtem dolgozni az egyik házban, és azt mondta, hát ilyet ő még nem látott. Azt mondja, én berakok egy csavart, te meg már tizet beraksz. Én egy gólyalábon álltam, és szereltem a gipszkartont, és azt mondta nekem, hogy honnan jöttél. Szóval Marsról jöttél? Mondom, elnök úr, én nem a Marsról jöttem, hanem abból a kicsi országból, amit te is tudsz nagyon jól, Magyarországnak hívnak, és 1978. február, illetve január 6-án hazaküldted a magyar szent koronát. És ez így is volt, Cyrus Vance, a külügyminiszter hozta haza, át is adták, és most a parlamentben lehet látni az eredetit, Fort Knoxból hozták haza. És mondom, hogyha te eljössz velem Magyarországra, és Kalákában elkezdesz ugyanígy dolgozni velem, akkor én vissza fogom adni a magyar szent korona másolatát. Csak így nézett rám, hát én se tudtam, hogy ki fogja megcsinálni, és mondtam neki, hogy jövök Magyarországra. Azt mondja, pénzt nem adunk, de amennyi pénzt te össze tudsz szedni Magyarországon, és megszervezed a magyar és az európai programot, akkor eljövök, és ugyanannyi pénzt fogok hozni. És ez most csak azért állj meg egy baráti szóra, mert a motivációdat értem, meg azt, hogy ez téged így fellelkesített, és hogy hazajöttél, de azt még nem értem, hogy miért döntöttél úgy, hogy itthon is maradsz, mikor volt egy jól menő cégedként? Hát azért ez egy nulláról induló kezdeményezés volt, senki nem akarta elhinni, hogy ezt Magyarországon meg lehet csinálni, és én azt mondtam, hogy igenis meg lehet csinálni. És maradok. És maradok, és ebben nagy szerepe volt Lezsák Sándornak, aki kint volt Miami-ban 1990. decemberében, és ott előadást tartott, hogy öreg házat és hazát vakolni. Házat, hazát. És innen jött a cím neked? Igen. Vagy az elnevezés nem az innen, alapítványnak? Nem. Bocsáss meg, de nem innen honnan? Jött, hanem hogy az öcsém, mikor hazajöttem, és az öcsém azt mondta, hát ide figyelj, ha házat építesz, akkor hazát is építesz. Aha. És akkor találkoztam régi nagy szerelmemmel, dr. Máté Gizellával. Aki most ott ül mellette. Igen. És ő is éppen válófélbe volt, én is válófélbe voltam. Mert hogy akkor Amerikában ti még nem voltatok együtt. Nem, én Amerikában feleségem volt, akiért tulajdonképpen kimentem Amerikába, de hát ez egy isteni szikra volt, mert ki kellett menni és hazahozni azokat a tudásokat, amit én ott megszereztem. Mindent lehet csinálni, csak akarni kell. És ezt a szemléletet hoztam én haza, és a fiatalokkal is megismertettük, mert azt mondtuk, hogy Kaláka munkát kell vállalni, előre másnak a házán, a sajátján is ledolgozva, tehát nem ingyen van az a ház, és ezt meg is értették. Akkor most jön Gizi. Polgármester úrhoz. Igen, elmesélem, igen. Mert felkeresett minket a polgármester úr. És na most egy, most igen. Akkor, tehát nem ti kerestétek őt? Nem. Aha. És ott a beszélgetés közepén elhangzott egy mondat, ami úgy szólt, az volt a lényege, hogy akik csatlakoznak ehhez a programhoz, azoknak először mások házán, másoknak kell segíteni 500 órát, és aztán a sajátján, és azt mondta akkor a polgármester úr, hogy ha jól idézlek, hogy ha ez a mondat nem hangzik el, lehet, hogy nem biztos, hogy folytatódik a kapcsolatunk. Nagyon érdekes volt. És aztán utána még fergetegesebb volt a beszélgetésünk, és azóta eltelt időszak is azt bizonyítja, hogy egy fantasztikus polgármester ül itt mellettem.
Nyilván nagyon jól esik a dicséret annak, akinek mondják, meg szerintem annak is, aki mondja, de nyilván több polgármesterrel van kapcsolatotok, és feltételezem, hogy mert ez tényleg egy nagyon jó dolog, hogy Kalákába házat építeni. Na most ehhez azért kellenek a telkek, tehát hogy ugye valahonnan ki kell indulnunk, és akkor ez úgy működik, hogy a polgármesterek adott településen, kis településen, falvakban, kisvárosokban ajánlanak telkeket, és azt mondják, hogy gyertek ide, építsük itt fel, X-nek, Z-nek, C-nek. Vegyes a felhozatal, hogy így mondjam. Van olyan polgármester, aki valahol hallotta a Kálmánnal készült riportot, vagy olvasott vele készített riportot, és ő keresett meg minket, és azóta lett egy gyümölcsöző kapcsolat belőle, vagy úgy volt, hogy mi kerestük meg ezért azért amazért, és volt, ahol sikerrel jártunk, volt, ahol nem, mert azért azt is el kell mondani, hogy... Tehát nem kellene... fogadja mindenki tártkarokkal? Nem, miközben kellenek olyan polgármesterek, ahogy elmesélte a László is a szempontokat, hogy ha a fenntartható fejlődésnek annyi, hogyha a fiatalok elmennek, előregszik a település, óvoda, iskola megszűnik, tehát de ez hát az egész településnek annyi. Így van, de ez az egyik oldal. A másik, hogy kell lenni olyan vezetésnek abba a településbe, akik arra is gondolnak, hogy akik oda jönnek fiatalok lakni, hogy legyenek ott olyan lehetőségek, most nem csak a munkára gondolok, hanem hogyha ki akar kapcsolódni az a fiatal, vagy az anyuka a gyerekének akar valamilyen programot csinálni, azt a helybe is meg tudja csinálni, és ne kelljen 60 kilométerre elmenni a következő városig. De ehhez kell egy olyan kreatív csapat a polgármesterrel az élen, akik ezt megcsinálják, és hát találkoztunk jó polgármesterekkel, végül is mire a Kálmán, amit említett, hogy a Jimmy Carter 96-ban eljött a Habitat for Humanity-vel Magyarországra. Hát akkor sokat segített nektek az ő személyes jelenléte. Megdobta igen. Azért ezt a hozgalmat, azt hiszem. Györgyi, ne haragudjál, hogy én álltam egy gólyalában, és 2,30 méter is voltam. Láttam a képet, igen. És akartam is kérdezni, hogy ilyen cirkuszi mutatványokat hol találtál, hol tanultál? Nem cirkuszi mutatvány, gyorsabbá tetti a munkánkat. Tehát három órával kevesebb idő alatt tudtuk befejezni a házat. Mint hogyha létrával csináltam volna. Na mindegy, a lényeg az, mondtam az elnök úrnak, hogy ez egy csodálatos pillanat az én életemben, hogy találkozhatok egy volt amerikai elnökkel, és nálunk mondom, az a szokás, régi szokás, hogy kézfogásra megállapodunk. És amennyit én összeszedek, azt majd ő is hozza, és felnyújtotta így a kezét felém, és azt mondtam neki, hogy kezet fogtunk, elnök úr, ez egy csodálatos pillanat az én életemben, mert eddig még egyetlen amerikai elnök se nézett rám fel. Na és innen jött, és akkor én hazajöttem. És akkor mennyit gyűjtöttél te, és ő megadta-e azt, amit ígért? Igen, hát az ígéret a szép szó, hát, meg na-na. A kézfogás is, és hazajöttem, és a nullából elindítottuk Lezsák Sándorral, a házat hozzát alapítványt, ő az egyik alapító, 3 millió forinttal, és akkor a Jimmy Carter ígéretéhez híven a 3 milliót letette, 6 millióval kezdtük, azt és igen. Utána elkezdtünk a Gizikével együtt dolgozni, és elmentünk polgármesterekhez, de nagyon érdekes az a történet az első háznál, hogy hogyan tudtam én telket szerezni. Bent ültem a Magyar Televízióban, és egy ilyen csodabogárnak tekintettek engem, hogy ez tényleg őrült ez az ember, és hazajön, ott hagyja a cégét, és... Hát nem véletlenül volt az a céged neve, ami... Igen, igen, de ez a MED... Ez az őrült, ez nem magyar hülye, dolog, igen. Igen? Ez, a MED az nem hülye tulajdonképpen, csak egy kicsit őrült. És ott kifaggattak két nagyon... baloldali riporter volt. Ez most mindegy. Na mindegy, persze, igen. De elkezdték mondani, hogy jó, elismerjük, hogy tud pénzt szerezni, de honnan szerez telket? És akkor én úgy oda néztem a televízió nézői jelöl, és mondtam nekik, hogy polgármesterek, igen. Aki nekem legelőször ad 3 telket, oda fogjuk építeni az első Magyarországon épülő Habitat házat. Ki volt az első? És 10 percen belül felhívott Bátaszék polgármestere. És azt mondta, hogy Lőrinc úr, van 3 telke. Mikor jön le? Aha.
mondtam neki, hogy ott leszek, azt mondja, nem egy hét múlva jön, nem mondom, reggel ott vagyok. Na így indultunk el, és akkor kezdtük összeszedni a pénzeket, és az Antal kormány felismerve ennek a fontosságát, ennek a programnak, támogatta a programunkat évente 50 millió forinttal, és ezek, és a Carter elnök mire jött 96-ba, akkor elő volt készítve, hogy Vácon 10 házat fogunk építeni, és megkérdezte tőlem telefonon, hogy te őrült magyar, mennyi pénzt tudtál összegyűjteni? Ezt mondtam neki, hogy elnök úr, hát egy keveset. Azt mondja, az őrült agyadban mi a kevés? És mondtam, hogy $1 millió. Uh-huh. 93-ban. Uh-huh. Na és most akkor szabad ne felejtsd. Egyébként. Hozta magával. Igen, 96-ban. Nem kellett ennyi pályázatot írni. Kikerestem, illetve hát kiírtam itt közben magamnak, hogy azokat a településeket, ahol referenciaházaitok vannak, majd nyilván korrigáljátok, ha sokat mondok, keveset mondok, kihagyok. Martonvásár 1, Bátaszék 1, Abda 2, Adony 5, Gödöllő 11, Cegléd 10, Vác 10, Verőce 1, Kistarcsa 1. Itt tartunk most? Igen. Aha. És tehát akkor 45 ház tulajdonképpen. Ahova 50 gyermek született, ez nagyon fontos. És 6 unoka is most már lassan, tehát nagybácsi is vagyok, meg nagypapa is. Akkor most egy kicsit térjünk vissza Alsó-Mocsoládra, ha már itt van Alsó-Mocsolád polgármestere. Bevallom őszintén, hogy én nem nagyon tudtam erről a településről is. Miután mi beszéltünk, megnéztem, most már tudom, hogy Baranyában van, és azt is tudom, hogy 2015-ben 282 ember élt ott. Nem sok. 2019 van ma már, 2018 végén, most így 2019 elején hányan vagytok? Hát ugye a létszám az folyamatosan változik, hál' Istennek most az utóbbi időben 3 család is beköltözött, egy fiatal házaspár és az babát vár, egy másik fiatal házaspár, aki babavárás előtt van, tehát készülődnek rá, gondolom, és van egy középkorú, aki gyerekkel együtt költöztek, tehát hogy nagyon jó irányba haladunk, jó a tendencia, és a Jövő Szövő 2 programnak keretében ugye motivációs levelet kell írni annak, aki Alsó-Mocsoládra szeretne költözni, tehát ez egy pályázat, és idáig már 13-an adtak le motivációs levelet, és január 15-én jár le a határidő, úgyhogy remélem, hogy még fognak érkezni pályázatok. Nem hosszabbítjátok meg? Én azt gondolom, hogy ezt a szakaszt most egyszer lezárjuk, és egy újat indítunk, tehát hogy nem ezt túljuk, hanem lezárjuk ezt a szakaszt, hiszen azokkal az emberekkel elkezdünk dolgozni. Az a tapasztalatunk, hogy akik jönnek, azok iszonyatosan tudatosak, egészségtudatosak, környezettudatosak, odafigyelnek magukra, egymásra, közösségre vágynak, tehát hogy velük el kell kezdeni dolgozni, hogy be tudjanak épülni Alsó-Mocsoládra, hiszen azt szeretnénk, hogy akik költöznek, az ne zárványként jelenjen meg a településen, hanem a településsel közösen alkossunk egy Alsó-Mocsoládi jövőt, és ez nekünk nagyon fontos. Egy kis településnek, ahogy mondtad, óhatatlanul megvan az az előnye, hogy akik ott élnek, már csak azért is, mert mindenki ismer mindenkit, igen, mert kevesen vagytok, közösségé formálódik, igen, és nyilván az emberek ott sokkal inkább szolidárisabbak a másikkal, vagy türelmesebbek, vagy tudnak neki segíteni. De hát nyilvánvaló, hogy ez az érem egyik oldala, a másik meg az, hogy kell munkalehetőséget teremteni. Ha valaki azt mondja, hogy nekem szimpatikus ez a polgármester, kikeresem az interneten, holnap megyek Alsó-Mocsoládra. Tehát kell legyen munkalehetőség, és kell legyen, ahogy mondtad, szabadidő szórakozási lehetőség. Van? Csináltok? Gyakorlatilag Alsó-Mocsolád elhelyezkedés, ha nézted, akkor pont a 3 megyeszékhely középpontjában van, tehát Szekszárd, Pécs és Kaposvár 50 kilométeres távolságra van, tehát gyakorlatilag a dél-dunántúli régiónak a középpontjában vagyunk, és ha valakinek van autója, akkor bármit el tud érni. Hát ide Budapestre is 2,5 óra alatt fel lehet jönni, és az egy nagyon fontos dolog, hogy aki Pesten él, az tudja, én viszonylag keveset vagyok itt, de én is tudom, hogy itt egyik helyről eljutni a másikra is van egy 1,5 órás távolság, tehát míg egy megyeszékhelyre Alsó-Mocsoládról eljutni 1 óra, tehát hogy ilyen értelemben ott vagyunk mindenhol. A másik az pedig a munkalehetőség. Egyrészt indítunk egy közösségi vállalkozási formát, aminek az a nagyon fontos lényege, hogy azt
csináljuk, azt találjuk ki, és azt valósítjuk meg, amiben a közösség jól érzi magát. Tehát pénzt is keres, és szereti azt, amit csinál. Ma Magyarországon az emberek nagyon jelentős része nem azt csinálja, amit szeret, hanem egy munkahelyen dolgozik. Mi azt mondjuk, hogy ha valaki azt csinálja, amit szeret, annak sose kell dolgozni, mert mindig örömmel telik az élete. Tehát egy ilyen típusú közösségi vállalkozásra hívjuk azokat, akik alsóbb családra jönnek, és szeretnék megvalósítani saját magukat. A másik, hogy vannak normális munkahelyek is alsóbb családon. Alsóbb család közigazgatási területén több mint 400 munkahely van, és ezek a munkahelyek mindig keresnek új munkavállalókat, tehát hogy van arra lehetőség, hogy alsóbb családon tudjanak dolgozni, akik le akarnak telepedni, és nyilván itt a házat hazát mozgalommal pedig alapítvánnyal azt szeretnénk, hogy új házakba tudjanak költözni, illetve eladó házak is vannak, tehát minden lehetőség van annak, aki alsóbb családra szeretne költözni. Az önkormányzat még ezt motiválja is oly módon, hogy kamatmentes kölcsönnel támogatja azokat, akik alsóbb családon házat szeretnének építeni, vagy házat vásárolni. Akartál mondani valamit? Igen, ez azért is számunkra duplán érdekes volt, amikor erről a hozzáállásról értesültünk alsómó családon, mert a mi programunknak is szervezése, miután nekünk arra nincsen jogosítványunk, hogy munkahelyet keressünk, de az önkormányzatokkal kötünk egy képletes megállapodást, ami szerint ők monitoringozzák, akár ugye a településen eleve, ahol van, de ahol nincs, hogy a környéken milyen munkaerőt keresnek, egy esztergályost, egy angol tanárt, egy szakácsot, egy óvodavezetőt, és így tovább, és akkor lehet a fiatalok között megtalálni azt a ideális állapotot, hogy mondjuk alsó mocsoládon építünk neki egy gyermekváró otthon, de vagy mocsoládon, vagy pedig 5 kilométerre, 10 kilométerre megtalálja a munkahelyét is, ami azért is fontos, mert ugye amit mi építünk, az nem adomány. A fiataloknak kell önerőt is felmutatni, ami sok tételből áll, egyrészt, hogy azért takarékoskodjon, tehát arra is ösztönözzük őket, hogy tényleg gondolkodjon azon, hogy hogyan fogják az életüket felépíteni. A másik, hogy most vannak a kormány részéről is mindenféle családtámogatási helyzetek, de abban is nem egyformán tudnak ahhoz csatlakozni a fiatalok, mert más anyagi körülmények között vannak. Mi azt szoktuk mondani, hogy a középrétegnek az alsó felé, tehát azt támogatjuk elsősorban, akik esetleg még hitelt se tudnak felvenni, mert nem tudják kifizetni a kamattal, még hogyha most már vannak rögzített kamatú támogatások is az állam részéről. Tehát akkor tényleg a rászorulókat. Igen, de olyanokat, akik dolgoznak, akik családot akarnak, vagy már van családjuk, és megtesznek mindent. Tehát nem ajándékba kapják a házat. Nem, ez nem ajándék, hanem... mert mi az ő saját ereje és a mindenkori építési költség közötti különbséget szoktuk neki ugyanígy kamatmentesen megelőlegezni 20 évre. Tehát azt vissza kell fizetni. De hajlandó az alapítvány arra, mert a 20 év az egy nagyon hosszú idő, hogy különféle élethelyzetek adódhatnak. Mondok egy példát, valaki valamilyen mégis munkanélkülivé válik, akkor azzal megállapodunk, hogy mondjuk most fél évig nem fizet, de utána meg többet fizet. Tehát a helyzetét kezeljük, és nem arról van szó, hogy akkor kilakoltatjuk. Tehát mindenféleképpen az egész alapítvány egy emberi motivációra épül mindenféle vonatkozásban. És olyannyira emberi, hogy nektek még himnuszatok is van, még hozzá Tolcsvai Béla szerezte. Igen. Láthatod az ég közepén, éltet a lángja, arany a háza, ott táncol az ég közepén. Nekem is lesz házam az én hazámban, amiről álmodom én. Nekem is lesz házam az én hazámban, a két kezemmel felépítem én.
holnak a háza az égi hazában, ott láthatod az ég közepén. Fényes a tánca, ezüst a háza, táncol az éj közepén. Nekem is lesz házam az én hazámban, amiről álmodom én. Felépül a házam a földi hazámban, a két kezemmel csinálom én. Varázsolt álombeli házat, építsd fel önmagad. Tébb le a fáról, az égigérő fáról, megérett a gondolat. Az almává varázsolt álombeli házat, teremtsd meg önmagad. Nekem is lesz házam az én hazámban, amiről álmodom én. Nekem is lesz házam az én hazámban, a két kezemmel felépítem én. Nekem is lesz házam az én hazámban, amiről álmodom én. Nekem is lesz házam az én hazámban, a két kezemmel felépítem én. Ez is egy ilyen megható és szép szövegű ének volt, de hát én egészen biztos vagyok abban, hogy 26 esztendő alatt, miközben annyi embernek adtátok át, és az országban annyi helyen ezeket a házakat, nyilván voltak megható, felemelő, szép élményeitek. Kálmán, hogyha azt kérdezem tőled, hogy melyik volt a legemlékezetesebb, tudsz így hirtelen a sokból kitüremkedve mondani egyet? Gödöllőn a polgármester úrtól kaptunk 10 telket, illetve 11-et. Akkor még nem lehetett könnyű szerkezetes házat építeni, és kőből épült. Tehát hagyományos technológiával a 10 ház, és ott 6 helyi csapat kapott, illetve családok kaptak házat, és én megismerkedtem a Műszaki Egyetemen Keszég Attilával, Kinde Kálmánnal, 12 négyzetméteren laktak egy koleszban. Egyetemet elvégezték, és ők kezdtek el közösségi dolgozók lenni. Az irodát vezették, minden szombat, vasárnap jöttek velünk dolgozni, és amikor átadtuk a házat, akkor itt volt az amerikai nagykövet, és a 10 ház csodálatos módon átadtuk, és a házakat megáldották a tiszteletes urak, és én mondtam az elnök úrnak mondtam, hogy hát mivel az Úristen munkáját végezzük itt a Földön, akkor mi lenne, hogyha az égből hoznánk a kulcsokat? És akkor azt mondta nekem, hogy hát te olyan őrült vagy, hogy ezt is meg tudod szervezni. És akkor átadtuk a házakat, és hol vannak a kulcsok? És akkor én beszóltam, akkor még ilyen kis bunkofonon, hogy gyerekek, akkor indulhat. És a magyar ejtőernyős válogatott felszállt, és 1000 méteren ugrott ki az első, és azt hiszem 6000 méteren a tehát akkor a tényleg az égből jöttek a kulcsok. Égek jöttek, és ekkor írt Keszég Attila, akinek aztán már csodálatos karrierje is lett. Én azt hiszem, hogy a Gizikének kéne felolvasni ezt a Keszég Attilának a vallomását. Akkor Gizi lesz az Attila magyar hangja. Igen. És hogyha még megengedsz előtte, van egy hát alig tudom meghatottság nélkül elmesélni, ugyancsak ez a gödöllői házátadáshoz kapcsolódik, hogy mi a kaláka munkák során megismerjük ezeket a fiatalokat, hogy milyenek,
mi jelent számukra szórakozást, és például itt kiderült, hogy a fiatalok alig járnak kiállításra. És eldöntöttük, hogy a házátadásnál voltak körülöttünk művészek is, nem csak Tolcsvai Béla, és minden házban más művésznek adtunk helyet, hogy aki az alkotásait kiállítsa, és a művész pedig ezt olyan formán próbálta honorálni, ugye nem galéria állon ajánlva az alkotását, hogy az a család, aki oda beköltözik és vásárol tőle valamit, akkor ez nem tudom mennyivel olcsóbban adja neki, és az alapítványnak is ad valamennyi támogatást. És közben a környező óvodákban meghirdettünk egy rajzversenyt a gyerekeknek, vittünk nekik színeszer, tehát mindenfélét hozzá, hogy milyen házba szeretnének költözni. És ezek a művészek zsűrizték ezeket a kis rajzokat, csodálatos alkotások születtek. És képzeljétek el, hogy az első díjat, aki megnyerte, az egy ilyen nagy maci volt, egy aszódi kisfiú az óvodából, aki addig dadogott, és amikor megnyerte ezt a macit, attól kezdve nem. De azt mondtuk, ha semmi másért semmi nem, más. Már ezért igen. Megérte. Ez egy olyan fantasztikus dolog volt, és akkor most Keszék Attila hangjaként mondanám, Magdi, aki a felesége volt, nem volt jelen a házátadásán, kórházban feküdt. Második gyermekünket, nagyobbik fiunkat szülte éppen. Ott feszítettem legújabb öltönyömben, az avatásra összegyűlt tömeg szélén. Szorongattam kislányom kezét, és bevallom, férfiasan sírtam. Örültem, hogy az első sorban állok, és rögtönzött színpaddal szemben nem látják a mögöttem levők, hogy potyognak a könnyeim. Fájt, hogy a feleségem nincs mellettem, nem oszthatom meg vele ezt a csodálatos pillanatot. Szegény kislányom megilletődve pillantott fel rám időnként, érezte ő is, hogy valami hihetetlenül nagy dolog történik az életünkben, de sírni nem mert. Sírtam helyette én. Úgy éreztem, felszakadt bennem valami, a 2 éves munka, a baráti segítőkészség, sok-sok megindító példája, a remény és kétségbirkózása során felhalmozódott feszültség. Sok szeretettel ajánlom nektek, és 3 gyönyörű gyerketeknek is ezt a visszaemlékezést, ezt a Kálmán tette már hozzá. Úgyhogy ez egy ilyen rövid összefoglalása annak, hogy mit jelent az, hogyha tehát egy segítő jobbat Attila kap valaki. Akkor írta le, vagy akkor érezte ezt, amikor megkapta a házat. Ez akkor amikor érezte, de később írta a házat, le, igen. Hogy milyen érzett. Fantasztikus örömnek lehetett részese a családjával, mert akkor már ugye a második gyermeküket várták, és ugye mi azért is mondjuk, hogy gyermekváró otthont építünk, mert 80-100 négyzetméteres házakat építünk, tehát nem alvóhelyeket. És oda a baba is elfér, mert igen, a gyerek is igen, elfér. Több is, igen, több is. Van egy családunk, az ahol 7 gyermek van. Az igen. És igen. Egy volt egyébként. De ők 6-ot akartak. Akkor, amikor beköltöztek. Igen, igen. Igen. Ő is hogy... egyetemet végzett kint, de Kálmán, és úgy lett megtervezve a ház, hogy hozzá is lehetett építeni, meg a tetejére is lehetett építeni, de azt már saját erőből csinálták ahogy meg. Megerősödik ahogy megerősödik a család. Igen. Ahogy jöttek a gyerekek. Aha. Tehát, és tulajdont adtunk ezeknek a családoknak. Ez volt rajta bejegyzés a földhivatalnál, hogy nem tudták eladni. Tehát nyerészkedni nem lehet vele azzal, hogy mi olcsóbban építjük. És ebből aztán az is fontos, hogy meghirdettük azt a programunkat, hogy itthon legyél otthon, és gyere haza. Aha. Tehát hazahívni azokat a fiatalokat, akik kint megtanulták, hogy ott hogy kell dolgozni. Csodálatos. Mostan például egy 27 fős csapat jött haza, aznak a fiatal embernek a vezetésével, akivel az első házat csináltuk. És kiment Németországba, de most azt mondta, hogy ő ott nem akar meghalni. Nem akarja, hogy a gyerekei ott szülessenek meg, és hazajött ez a 27 fős csapat. Tehát őket is tudom mozgósítani azonnal bárhol az ország minden területén. Azt felolvastad, Gézi, az imént, hogy Attila sírt. De neked, Kálmán, volt-e olyan pillanatod, amikor tényleg ez alatt a 26 év alatt annyira meghatódtál, hogy te is elsírtad magad? Hát... Szegléden, amikor a gödöllői polgármester eljött, és kalákázott, velünk együtt dolgozott. És amikor természetesen itt volt a kartörelnök 96-ban, akkor mi 20 lakást építettünk, és 10 ház pedig egy hét alatt épült fel, könnyű szerkezetes, faszerkezetes házzal. És én ígéretemhez híven
meghívtam oda, ahol 20 házat építettünk, az elnök urat feleségével együtt, és átadtuk Kalmájer Ferenc művész, aki az összes házunkat tervezte, megcsinálta nekünk a koronának a másfélszeres nagyítását, de fából, intarziával gyönyörűen nézett ki, és amikor átadtuk, és újra kezet fogtunk, akkor megöleltük egymást, és akkor igazán elsírtam magam, mert sikerült. És ki volt az az egyetlen asszony, aki bennem hitt, legelőször, mikor hazajöttem. Csepelen lakott, ott születtem, az édesanyám volt. Uh-huh. És azt mondta, ha te a fejedbe vetted, hogy ezt megcsinálod, akkor meg is csinálod. És jött velünk dolgozni. És a másik nagy dolog, amikor találkoztam Gizellával, régi egyetemi szerelmemmel, na, már dadogok, szerelmemmel, és azóta is együtt visszük az alapítvány munkáját, mert nélküle nem lenne. Hány éve vagytok együtt? 20, mennyi? 25. Hát 93. március 30-a óta. Igen. Úgyhogy ő is éppen válófélben volt, én is, uh-huh. Úgyhogy én azt mondtam, hogy én csak itt maradok, és itt szeretném és akkor ezt a programot. Társadat is megtaláltad. Igen, pontosan, és ez csodálatos dolog, mert nagyon sok nehézségen ment keresztül az alapítvány, és volt olyan is, hogy nekem is egészségügyi problémák, szívoperáció, Papp Lajos professzor operált. De szerencsére Pécsen. Itt ülsz. Igen, szerencsére pontosan. Túl vagy rajta. Igen. Egyébként Alsómo családon építettetek házat, vagy majd most lesz, vagy most itt hogy állunk? Még nem, de szeretnénk. Na most ennek minimum van egy olyan feltétele, hogy az alapítványnak a feladata, hogy forrásokat gyűjtsön. Ebbe igen. Mindenféle van az államtól kezdve, mert azért állami forrás nélkül ezt nem lehet hát, hogy nagy évűen csinálni, és azt meg hát nyilván magánemberek adománya is benne van. Az is benne van, egyház, külföldi, magánemberek, cégek. Egy legegyszerűbb példát mondok, volt olyan cég, aki ugye csempét készített, és ő azt mondta, hogy az első osztályú csempét harmadosztályú áron adja, de minden ötödik házhoz már ingyen adja. Tehát, az igen. Tehát mi minőségi hát házat építünk. Támogatás. Ami nagyon fontos, és a kivitelezővel komoly szerződést kötünk, olyan kivitelezővel, aki befogadja a kaláka munkát, mert nem mindegyik uh-huh. fogadja be, de a project managerünk végig kíséri az építkezést, tehát nincs olyan, hogy becsapja a fiatalt, uh-huh. aki nem ért hozzá, vagy ott hagyja és elviszi a pénzét, mert ez szóba se jöhet. És tehát összegyűjtjük a pénzt, és abból amennyi lehet építeni, annyit építünk, és soha senkitől előre egy forintot nem kér az alapítvány, aki kiválasztásra kerül, akkor, amikor van pénzünk, hogy tudjunk építkezni. Mekkora a túljelentkezés? Mert azért feltételezem, hogy vannak sokan, és hogy jut mindenkinek lehetőség? Hát az igény, az végtelen. Mert hogy te vagy a családkiválasztó tanácsban dolgozol, vannak szintén szakemberek mellettem, akikkel a jelentkezési lapot, ami mindenre kiterjed, azt meg hát végzünk családlátogatást is, meg életrajzot a önkormányzattól kérünk, ahol élnek, olyan dokumentumot, jövedelmek, mindenről kérünk információt, annak alapján csinálunk egy rangsort, amit a kuratórium elé terjesztünk, és akkor születik meg a döntés, amikor mondjuk 5 házat építünk, hogy ki lesz az 5 család. Mekkora a várólistátok, Gizi? Nagy. Na, inkább így mondom, hogy nagy. Nagy, mert, jó, mondd mert így. Azért fogalmaz, azt hiszem, így a Kálmán, mert ugye ez a forrás dolog, az változó. Most is például várunk az Emmi-nek a válaszára, mert ott van egy óriási anyagunk benn, támogatás kérve, hogy tudjuk ezeket a családokat támogatva építeni, mert ahogy mondtam, kamatmentesen adjuk uh-huh. nekik azt a hiányzó részt, a másik a kaláka munkával szintén olcsóbbá tesszük az építkezést. Rá fogok térni még a kaláka igen. munkára is, de nem kaptam választ, hogy most mi van Alsómo családdal. Ja. Van ház, lesz ház, Alsómo hol család. Tartunk? Tehát mi abban szerződtünk, hogy 3 telket igen. ajánlunk föl az alapítványnak, és azt tehát ott adunk lehetőséget, hogy építkezünk. Most
fog ez elindulni. Abból egy olyan telkünk már elkelt, amit a Jövőszövő 2 programunkban egy fiatal ember kapott meg, és valószínűleg, hogy ő az idei évben elkezd építkezni. Tehát, hogy szépen haladunk igazán ebben a projektben. És a másik kettő pedig majd a közös produktumunk lesz, hogyha ha jönnek olyanok, akik Alsamú családra szeretnének költözni. Hát itt szeretném elmondani azért, hogy Erdőkürtön van 10 telkünk, Abán pedig most bejelentem, hogy március 16-án alapkőletétel lesz, egy csodálatos kis település, polgármester úrral jövő héten fogunk újra találkozni, és ott elvisszük a tervezőnket is, és megnézzük, hogy milyen családokat tudunk ott helyben tartani. És van Vizsolyban 3 telkünk, és oda pedig Angliából jött haza egy orvos, képzeld el, László, és házi orvos. 6 éve nincsen házi orvos ott a környéken. És most már be is költözött, de is azt mondta, hogy a 4 gyerekét nem akarja, hogy Angliában nevelje föl, hanem hazajött. Na, ilyen fiatalokat várunk, és azt mondjuk, hogy az én névkártyám is jelöl, hogy az eresz, a jó háztető, a bujdosás ellen lázad. Lehet 10 hazád is, fél ember vagy, ha egyikben sincs házad. Bár kicsi a föld, el ne add idegen nemzetnek soha, mert ne feledd, akié a föld, azé a haza. Tehát azt mondjuk, itthon legyél otthon, gyere haza, és ezt pedig Dévai Nagy Kamilla írta meg gyönyörűen. Ezt akartam kérdezni, igen, hogy kinek a szövegét hallottunk. Igen, és ezek videón is megvannak, 4,5 percesek, és ahogy énekli a Kamilla az ő kis csapatával, mögötte megjelennek, hogy milyen házakat építettünk. És a Bélának a szövege mellett is, vagy alatta megjelennek, hogy milyen, hogyan működik ez az alapítvány. És a harmadik dal, ami nagyon fontos, Tanka László, a Panoráma Világklub őrült vezetője, aki azt mondta, hogy ő össze akarja fogni a világban. Az őrültekhez vonzódsz, igen. Az következik, igen. Az őrültek találkoznak. Igen. Jó értelemben. Persze. Ő írt egy gyönyörű dalt, hogy indulj el hazafelé, és ott bemutatja Magyarországot. Miért érdemes hazajönni a repülővel, és hogy a gyökereket megtartsuk, és ővele is együtt dolgozunk, hogy a világ magyarságát összefogjuk, és felhívjuk a figyelmét, hogy ezt a programot támogatni kell. Egyébként többen szóba hoztátok már, pontosabban Gizi meg Kálmán többször, hogy kaláka. Ja, meg hát, hogy milyen fontos a polgármester úr számára is, igen. Na most, honnan jött az ötlet, hogy ezt kalákában kell csinálni? Én ugye megnéztem, persze találkoztam ezzel a fogalommal, hogy én dolgozom, neked, te dolgozol, nekem, tehát segítünk egymásnak, és ugye az értelmező szótárban az van, hogy ez egy erdélyi fogalom, közös munkát jelent. Honnan jött nektek az ötlet, hogy ezt kell csinálni, és hogy be kell építeni az alapítvány programjába? Ez tulajdonképpen az én gondolatvilágomat is jelzi, mert azért 50 emberrel dolgozni 12 éven keresztül, 5-6 ezer gipszkartont felrakni egy hét alatt. Ez még Amerikában volt, még Amerikában volt, igen. És úgy éreztem, hogy a fiatalokat így tudjuk behozni ebbe a programba. És a kaláka az egy régi magyar szokás, hogy összehozza a közösségeket, és ezért mondom, hogy mi nem csak otthonokat teremtünk, hanem közösséget is, és a helyben mindig van egy-egy motor, aki ezt aztán tovább viszi. Úgyhogy... Vállalják ezt tehát szimpatikus a fiataloknak, igen, azoknak, akik bekerülnek a programotokba? Mert ugye 500 órát kell, ha jól, igen, láttam, vagy jól emlékszem. Ami azért elég húzós, tehát az egy egyes komoly, a hozzáállás, tehát azt nem egy hét alatt kell produkálni, azt lehet, az 500 ügye, ugye? Igen. Csak azt akarom mondani, hogy ez az egy folyamat. Az legalább 3 hónap, ahogy egymás után ez egy után folyamat, de az egy szervezett dolog, mert a project manager a kivitelezővel tervezi meg, hogy hétről hétre mi az a munka, amiben a résztvevő fiatalok tudnak segíteni, vagy a várományosok, tehát együtt. És ezáltal összekovácsolódnak, úgyhogy így születtek már barátságok, házasságok emberek között, mert ugye ott együtt dolgoztak, megismerték egymást, szerelem szövődött, tehát vannak ilyen romantikus szálai is, de a másik az, én itt éltem, én pontosan tudtam azt, hogy
mennyire nincs az emberek jövedelmébe beépítve a lakhatásnak a költsége. Én pontosan tudtam azt, hogy milyen kemény utat kell bejárni a fiatalok zömének, ha csak nem olyan családi környezetben született, ahol alátettek egy lakást. Igen. Milyen nehéz úton jut el ahhoz, hogy családi otthont létrehozzon, ami akadálya annak, hogy a vágyott gyerekek is megszülessenek. Tehát ez egy nagyon komplex dolog, miközben közösség jön létre. És az egy külön élmény, egy ilyen kalákamunkás szombaton részt venni, ahol, ahogy a Kálmán mondta, az édesanyja is jött mindig velünk, ő főzte a gulyást, sőt megtanította a fiataloknak, hogy kell a jó gulyást csinálni. A keze alá dolgoztak, zöldséget pucolva, az is kaláka munká volt, mert végül is utána akik kalákáztak, azok utána együtt leültünk, utána és együtt ebédeltünk, délután 3-kor, mikor fáradtam, mindenki leült. Tehát egyébként ugye a kalákával rengeteget spóroltok, tehát persze, hogy effektíve munkaórákat toltok be, aminek nyilván ára tehát lenne. Igen, mert azt lehet mondani, hogy nem biztos, hogy mindenki számára szimpatikus, hogy hát a segédmunkát váltjuk ki. Na de, ahogy a Kálmán szintén említette, az egyik ilyen első családot, az Attiláékat, hogy ők például abban is segítettek, mert az elején nem volt arra pénzünk, hogy mi alkalmazott legyen az alapítványnál, hogy bizonyos adminisztrációs dolgokat ők csináltak meg. Vagy Csiszár Attila, aki mozgássérült, az például számítógépen... Ő kapja ugye a következő, ha szeretnénk, jól tudom. Igen. Meg a Facebookon megnéztem, igen, hogy ki a következő jelölt, és az Attila és nevére ő például emlékszem. Számítógépes szakember. Ő például ő gondozza a honlapunkat, az is kaláka munka. Ő az, akivel egy súlyos baleset történt, igen, ugye? Igen, és a két lába és a jobb alkarját elveszítette, de egy olyan fantasztikus egyéniség, akit egészséges emberek elé lehet példaként állítani, ebből a helyzetből fölállt, informatikus mérnök lett. Hány éves volt? 17 évesen. Igen. Utána megtanult autót vezetni, családot alapított már így, egy fantasztikus felesége van, két gyönyörű gyermeke, és pillanatnyilag egy szolgálati kis lakásban laknak szobon, és hát itt Óbudán dolgozik. Na most ez a két helység kicsit messze van egymástól. Hol tervezitek az ő házát? Hát ez attól függéppen, említettem a polgármester úrnak, hogy már több agglomerációban lévő települést kivégeztünk már olyan szempontból, hogy hol tudnánk számára telket szerezni, hogy mégis lényegesen közelebb legyen, vagy ahol legalább általános iskola van, hogy a gyerekeik ott helybe járhassanak iskolába. Úgyhogy én most szólok. Most szólok a polgármester urakhoz. Hogy aki itt az agglomerációban tud nekünk a Csiszár családnak... Ő itt szeret szólni a polgármester urakhoz. A Csiszár családnak egy telket biztosítanak, akkor biztos, hogy két hónap alatt fel tudjuk adni, illetve fel tudjuk építeni, feladni soha nem fogjuk, felépítjük a házát, könnyű szerkezetben egyébként. Tehát akkor azt is megtudtuk, hogy két hónap az építés idő. Hát ebben a könnyű szerkezetes technológiában. Na most az a lényeg, hogy a ház az meg van tervezve. Kalmayer László, aki most lett Ebel-díjas építész, Kalmayer Ferencnek a fia, aki viszont egy csodálatos ember, kétszeres Ebel-díjas, ő volt az első elnökünk, most már pedig Kellermayer professzor úr Pécsen a sejtbiológus. Tehát ő is nagyban támogatja az alapítvány munkáját. Úgyhogy kérem szépen, lehet jelentkezni, hónap reggel ott vagyok. Esik a hó, fúj a szél, nem érdekes, megyek, és nagyon megköszönöm, aki először szól, mert nagy hirdetés, és ezt szeretnénk, hogyha az Emmi ezt el is fogadná, és a Novák Katalint pedig meghívtam természetesen kalákázni. Neki 3 gyereke van, és elfogadta. Férjével együtt fognak jönni, és ott, ahol a Csiszár család házát építjük, ott őt is bevetjük, és szeretném, hogyha azt a beadványunkat,
amit ők terjesztettek elő, hogy a maradvány pénzből mi is kapjunk az alapítványon keresztül 500 millió forintra. Hát most várom a választ. A pozitív hogy, választ igen. várjuk. Hát a negatív válasz, akkor hát tudom, hogy az nem. Is válasz, az igen, is válasz. Az is válasz. Nem véletlenül mondtam, hogy a pozitív válasz aha, várjuk. De én nagyon remélem, hogy a kormány is értékeli a programunkat, és még hadd mondjam el, hogy nagyon fontos, hogy a Orbán Viktor miniszterelnök végre kijelentette, hogy ahhoz, hogy a fiatalok itthon maradjanak, otthont kell építeni, gyökereket kell nekik verni, és ez egy és tulajdont és adni. És ti ezt csináljátok. László, nálatok van kaláka? Gyakorlatilag közösségi munka van, tehát ez azt jelenti, hogy a település lakóival mi közösen tervezzük meg. Most ebben a pillanatban is egy közösségi tervezés folyik Alsómocsaládon, mert hogy az idei évben Alsómocsalád 725 éves, és folyamatos ünnepségsorozatot... Az meg szép kor. Igen, ünnepségsorozatot rendezünk. Ennek a csúcspontja július első hétvégéje, és előtte már egy héttel kezdődik az ünnepség, és most azt tervezik meg az alsómocsaládiak éppen, hogy mi minden történjen ezen az egy héten. Azért én no, még akkor szeretnék akkor mondani valamit, mert... Javasolsz valamit nekik, hogy mit csináljanak? Azt hittem, hogy... Én csak ehhez kapcsolatban, hogy igyekszünk úgy pénz, hogy legalább egy vagy az a két telket, az beépítsük. Jó. Ennek a program, idei programnak, hát ha 725 éves a település, akkor látod, nem lehet. Akkor ez most kell, idén igen, kell. Mert Abán idén, is az van, ott Mátyás király kapcsolódik hozzá, és ott annak kapcsán ez, van egy. Ez ugye régi szokás a szíved, ez készfogás. Én meg elvágom. Nem vágod. Kálmán, akartál mondani valamit, igen, te is. Hát oda még. Például busszal kell mennünk, és van egy olyan fiatalember Gödöllőn, aki buszokkal foglalkozik, és ő azt mondta, hogy bármikor, bárhova viszi az embereket. Én úgy szereztem egy buszt, még annon egy MAN buszt, mert tudtam, hogy senkinek nincs pénze arra, hogy lemenjen például, vagy elmenjen Gödöllőre, vagy Ceglédre, vagy máshova, és a buszsofőrünk úgy dolgozta le az órákat, hogy ő vezette a buszt, de ott dolgozott is, és hogyha én, meg a Gizike is ott van, ez a legfontosabb, ami hiányzik szerintem a kormány programjából, hogy legyen ott valaki, és irányítsa, és szervezze ezeket a ilyen programokat. Ilyen őrült vezérűrükkel. Mit kívánjak nektek, mert hogy az utolsó percnél tartunk. Én azt Kálmán, szeretném. Megyek sorba. Így mindannyiatokat megkérdezem. Én azt szeretném, hogyha az EMMI ezt az 500 millió forintot... Ez egy nagyon exakt kívánság igen, volt. Igen, igen, a döntéshozók ezt megcsinálják. Én folytatom ezt a jó kívánságot azzal, hogy ezt jövőre is ismételje meg. Alsómocsaládnak mit kívánja? László? Akik beadták a motivációs levelüket, azok jöjjenek Alsómocsaládra, és érezzék jól magukat, és teljesedjenek ki Alsómocsaládra. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Számomra ez egy nagyon izgalmas és érdekes és jó hangulatú beszélgetés volt. Remélem, hogy nézőinknek is tetszett, és hogy bizonyára akadnak olyan fiatalok, akik azt mondják, hogy hoppá, itt van egy nagyon jó lehetőség, érdemes velük felvenni a kapcsolatot, meg akadnak olyan polgármesterek is, meg cégek is, akik azt mondják, hogy igen, ez egy olyan program, amelyiknek érdemes segíteni. Nézőinknek köszönöm, hogyha velünk tartottak, nektek még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük a meghívást. Viszontlátásra! Békirály Györgyit a Victoria Maxi női ruházat öltözteti. Békirály Györgyi ékszereiről a Meril divatárul és ékszerüzlet gondoskodik.